Sikert, kudarcot bátran állod, s úgy nézed őket, mint két roncsalót. Ez a Kipling versor mai vendégünk mottója, aki azt vallja, hogy az elődök sértettségeinek és hatalmi harcainak folytatása helyett pusztán alkotni szeretne. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Holt Tamás, színművész, író, rendező, színigazgató. Te vagy ma mámnak legjobb kedve. 2006-ban végzett a Kaposvári Egyetem színművész szakán, majd a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja lett. 2011-től a Debreceni Csokonai Színház színművésze volt, 3 év múltán a Nemzeti Színházhoz szerződött. Ez a rend! Számos színmű szerzője, 2018-tól a Kaposvári Csiki Gergely Színház művészeti vezetője, majd 2022-től a Karinti Színház ügyvezető igazgatója. Mit szólsz rá, szőke kislány? Lesz-e belőle valami? Sok szeretettel köszöntöm Holt Tamást a stúdióban, a régebbi ismeretség okán tegeződni fogunk. Egy Kipling vers részlettel kezdtem a műsort, ami hát nyilván egy hosszabb vers részlete, aminek majd minden sora eléggé beletalál az embernek a szívébe. Ha jól tudom, édesapádtól ismerted meg ezt a verset. Van az egyik kedvenc verse, a Ha című vers, Kiplingnek a Ha című verse. Miért ez a mottód? Igazság szerint ez nem csak a pályára, a színészi pályára, vagy a színházi világban eligazodni segít ez a versem, ugye az egész életben. Ugye az a vers utolsó sora, hogy ha, hogy ezt mind meghallgatod, és mind megfogadod, ami a versben elhangzik, és az utolsó sora, hogy ember leszel, fiam. És valószínű a kötődés miatt is, meg mert piszok jó versről beszélünk, annyira, hogy nem olyan régen bemutatott Nagymester című előadásban is benne van a vers, ezt a verset használtam. Használtuk Valc Péterrel arra, hogy az idős színész legenda beszélni, majd élni tanítsa a fiatal ember. Bodrogi Gyula alakítja a címszerepet egyébként, akinek ez egy valódi jutalomjáték, és majd még beszéljünk is erről, de egy picit ugorjunk vissza még édesapádhoz, meg a vers szeretethez, mert ez a családban annyira benne volt, hogy olyan játékokat játszottatok otthon, amik versekkel, idézetekkel kapcsolatosak. Innen jön a kötődés a versekhez? Minden bizonnyal az egész családom nagyon kultúrapárti család, tehát ugye édesapám gyakorlatilag színész volt a Csiki Gergely Színház deszkáin, édesanyám pedig a zenekari árokban volt. Ott ismerkedtek meg. Így van, nem a zenekari árokban, hanem fura kontrasztban, édesanyám ott volt csellóművész, itt ismerkedtek meg, tehát mind a kettőjük magában hordozta ezt, aztán édesanyám később pedagógus lett, és mindkettejüknek igazából nem is csak apuhoz kötném ezt, hanem abszolút mind a ketten mindig támogattak minden olyan törekvést, ami a kultúra felé irányult, ami a színház felé irányult. Elhangzottak persze, hogy ne lépjél rá a pályára, milyen nehéz, stb., de mindig támogattak. Annak ellenére, hogy azt gondolták, hogy nem biztos, hogy ez a pálya neked való, de azért még avasd be, hogy nézett ki egy ilyen játék otthon. Több formája volt, általában improvizatív volt maga a játék is, hogy éppen most hogy használjuk, de volt, hogy levettünk, nem tudom, egy Byron kötetet a könyvespolcról, találomra felcsaptuk, és akkor az adott verset kinek más-más stílusban kellett előadnia. Olyat is játszottunk nagyon sokszor, hogy ezek ilyen spontán jöttek, de nem azt történt, hogy leült a család, na akkor most versekkel fogunk játszani, hanem ökörködtünk, marháskodtunk, később talán még iszogattunk is, és ennek kapcsán mindig valahogy oda kerültünk, mindig valahogy bejött a költészet, a színház, a zene a beszélgetésbe, és a muzikalitást is ugyanígy már nagyon korán csepegtették nekünk, tehát édesanyámnak rengeteg bakelitje volt, és ezek folyamatosan szóltak, és úgyhogy tudtuk, hogy melyik a Mozart, melyik a Haydn, ilyen versenyeket is csináltunk, hogy fel kellett ismerni. Otthoni kinyárma. Így van, effektíve ezt játszottuk, és hát nagyon szórakoztató, nagyon vicces játék. Gyakorlatilag improvizációs feladatok voltak ezek mind, és közben általa megismertük ezeket a verseket. Az a vers részlet, ami pont itt a beköszönőben volt, azon azért mosolyogtam,
mert ez volt az a vers, amit én locsoló versként mondtam el a feleségemnek, amikor még nem volt a feleségem, mi több, épp hogy összejöttünk. És ugye ez a Petőfi Zsuzsikához című verse, ami gyakorlatilag egy lánykérés. És csak azt láttam, hogy ezt elszúrtam, hogy pont ezt a verset választottam locsoló versnek, mert ez most olyan, mint egy lánykérés. Nyilván könnyek, zokogások, nagy hatalmas forró csok, és azóta minden húsvétkor én reggel megyek, és a Zsuzsikához kell szavarnom. Megértem, hogy ezt elvárja. Ahogy felidéztük a gyerekkort, azt is idézzük fel, hogy hogyan kúszott be a színház, és talán hasonlóan, mondhatni játékosan az életedben? Mikor dőlt ez az el, hogy ezt a pályát választod? Nagyon korán éreztem már, valahogy hívott engem a színpad, meg ez a maga mutogatás, ez nekem nagyon szimpatikus volt. Egyébként vállaltan exhibicionista vagy? Hát hogyne. Hát szerintem, aki olyan színész, aki nem exhibicionista, az nem is tudom, hogy tud színész, vagy jó színész lenni. Egy csomó előnyünk és egy csomó hátrányunk van, tehát ugyanez a mániás depresszió, vagy a borderline-ság, de erről ne is beszélünk. Kicsit exhibicionista a színészember, de igazság szerint mindig is harsány voltam, mindig is jókedvű voltam, és mindig is szerettem emberek közt lenni, mindig is szerettem marháskodni, tehát nem tudom, általános iskolában az előző esti híradóból, amíg nem érkezett be a tanár, próbáltam improvizálni a társaimnak, akik ezt kérték, nem teljesen magamtól. A tanári asztalnál, amikor bejött a tanár, akkor felugrottam, leültem, olyan is volt, amikor a tanár azt mondta, hogy ne maradj csak ott, hadd nézzem meg én is. Valahogy így nemrég volt egy osztálytalálkozóm, nem vagyok hajlandó megmondani, egy hányadik, a 20. És ott valahogy annyira egyértelműen mindenki azt mondta, hogy mi ezt tudtuk, hát ez egyértelmű, te ezt fogod csinálni. És valahogy nekem is mindig úgy, hogy semmi más nem érdekelt igazán. Az igazság meg az, hogy nem értek semmihez, tehát színész lettem. Azért annyira mégsem volt sima az út, legalábbis elsőre úgy tűnik, hiszen a Színház és Filmművészeti Egyetemre akkor a második körben kiszóltak a felvételin, viszont közben Babarczi tanár úr állást ajánlott, ami egy elég furcsa kontraszt, valakit eltanácsolunk, aztán állást ajánlunk neki. Ez hogy történt, és miért nem fogadtad el ezt az állást? El kell azt ehhez mondani, hogy engem a Színház és Filmművészeti Egyetemre soha nem vettek föl. Nem csak akkor, hanem se előtte, se után. Én nagyon sokszor próbálkoztam, de nem tartottak alkalmasnak, vagy úgy jött ki a lépés. Nyilván azóta, hogy már ezzel foglalkozom, látom azt, hogy mennyire nem versenyeztethető ez a pálya, ez a szakma, ez a hivatás, ez mennyire szubjektív dolog, ez tényleg annyi mindenem múlik, hogy akkor és ott épp mi történik. Az első felvételben az első rostáról zavartak el, körülbelül szerintem 3 mondat után mondták, hogy köszönöm. A másodikra jutottam a másodikra, ami után így van felhívott az irodájába, akkor rektorhelyettes volt Babarczi tanár úr, és állást kínált Kaposváron, és azzal érvelt, hogy hát például Lukács Andor is így hogy annak idején lement Kaposvárra, és gyakorlatos színésznek, és én ezt tudtam, hiszen Andor és az én édesapám együtt mentek annak idején Kaposvárra, tudtam, hogy működik ez, csak akkor éppen nagyon feldúlt voltam, borzasztóan pökhendi, akkor éppen 2 darab felsőoktatási intézménynek voltam a diákja, felvétel nélkül vettek fel francia-magyar bölcsészszakra, és közben éppen Nizzába jártam a Színművészeti Egyetemre. És én nagyon haragudtam, megsértődtem, hogy lehet az, hogy én hogy nem vesznek föl, de még a harmadik rostáig sem vagyok alkalmas, hogy eljussak, de azért játszani meg igen, szóval én ott, nekem az nagyon rosszul esett, és hát egyértelműen mondtam, hogy nem. Közben kint kérdezték, amikor jöttem ki, álltam teljesen ismeretlen már az SFF-re járó diákok, hogy na mi volt, mit mondott, hogy behívott a Babarczit, és akkor mondtam, hogy mit mondott. Mondták, hogy azonnal el kell fogadni, és mondtam, hogy nem tudom elképzelni, hogy én egy érettségivel elmenjek, nem tudom mit csinálni, statisztem, hogy akármit csinálni, hogy hát, ha majd egyszer ott ki tudom nőni magamat, és mondom, inkább a tanuláshoz visszamentem. Csak aztán megtudtam később, egészen pontosan felhívta Kaposvárról
egy bőfél évvel később, hogy iskolát alapítanak ott, Kaposváron is nyílik egy művészeti iskola, egy színészeti egyetem, és a Babarci lesz az osztályfőnök, és úgymond azt tanácsolták, hogy felvételizzek oda. És ez már sikeres volt, és igen. Te magad is azt mondod, hogy nagyon sok mindent kaptál tőle személyesen. Abszolút. Mi az, amit tőle kaptál? Hát minden alapot. Ezt az egész világot. Hát ő, amit akkor nemes értelemben mondjuk valakire, hogy a mesterem, az őrá nem lehetne nemesebb értelemben mondani. Tehát igazság szerint azt, amit én egészen addig gondoltam, az egész előadó művészetről, színházról, bármiről, az ott nála és az ő kezei között teljesen megváltozott, és egy sokkal jelentősebb, sokkal mélyebb és sokkal igazabb dologgá változott. Én ennek a szakmának nyilván, amíg nem voltam a közelébe igazán egyetlen színháznak, filmnek, senkinek, addig nagyon felületesen gondolkodtam, csak a külsőségeit láttam. És amikor megtanították nekem azt, hogy ha valaki ezt jól csinálja, ezt a szakmát, akkor ő estéről estére újra és újra megélheti mondjuk a legelső szerelmet, a legelső csókot, vagy akár meghalhat, és utána feléled, és másnap megint megtudta. Tehát, hogy általában egy ember az élete folyamán csak egy első csókot kap. A színész, ha azt úgy csinálja, ahogy azt kell, akkor akár minden este ez megtörténhet vele. De szép gondolat, és folytassuk innen a beszélgetést, de már majd Nyíregyházára ugorva, ahová Tasnádi Csaba hívott, és ahol az első saját darabodat is bemutatták, és erről majd még beszélgetünk. De előtte Olt Tamás, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházat követően a Vidnyánszky Attila által igazgatott debreceni Csokonai Színházhoz szerződött, ahol életre szóló szakmai és baráti kapcsolatokat is kötött. Most Bakos Kis Gábor Jászai Mari díja színművész, a Győri Nemzeti Színház igazgatója következik. 2011-ben tulajdonképpen egyszerre kerültünk oda a Csokonai Színházhoz. Egyek korábban emlékszem én rá, amikor Debrecenben én már próbáltam a Világvége szerelem című előadást, és néha úgy megjelent a próbákon. És a következő ilyen pillanat az az, hogy már ott a Debrecenben a Csokonai Színházban vagyunk, ott vagyunk lent a büfében, és kicsit olyan volt a hangulata, mint amikor egy ilyen vadnyugati Csehóban megjelenik két cowboy, és akkor így eldöntöttem magamban, hogy ez vagy egy ilyen életre szóló rivalizálás lesz, hogy ugyanolyan életkorú színészként oda kerülünk a Csokonai Színházhoz, vagy egy életre szóló barátság. És akkor én odaléptem hozzá, és megkérdeztem, hogy mit iszol. És innentől kezdődött a mi közös történetünk, még onnan, Debrecenből, a Csokonai Színházból. Más irányból érkeztünk, ő ugye Kaposvárot végzett a színművészetén, én az SF-én, neki Babarci volt a mestere, nekem Kerény Imre. Ilyen értelemben véve egy picit az alapok legalja, az egy picit más. Aztán utána Debrecenben nyilván Vidnyánszky Attila fémjelezte Csokonai Színházban, egy olyan műhelybe kerültünk, ahol mondhatom azt, hogy mind a ketten nagyon jól éreztük magunkat. És utána én egyel hamarabb kerültem a Nemzeti Színházba Budapestre, de a rákövetkezendő évattól is ugyanez a műhely munka, vagy ugyanez ez a művész színházi attitűd volt, ami nyilván markánsan hatott Tomira is, meg rám is. Úgyhogy azt gondolom, hogy már nagyon messziről és nagyon távolról indultunk, de tulajdonképpen ott Debrecenben egy összefonódott sorstörténetté fordult ez át. És természetesen, amikor én a Győri Nemzeti Színház igazgatójává váltam, akkor azonnal megszólítottam Tamást, sőt már a pályázatban is kértem, hogy jelöljük meg azt a színdarabot, amellyel bemutatkozik a győri publikum előtt, úgyhogy lett egy gyönyörű szép előadása a Győri Nemzeti Színháznak, a Minden jegy elkelt, amit Tamás írt és Tamás rendezett. Tamás írta, Tamás rendezte, ez a sorozat, ahogy még az interjú részlet előtt említettem, de közben nagyon nevetsz, na akkor mondd, mi jutott eszedbe? Nem, hát meglepődtem, nem gondoltam, tudtam, hogy lesznek vendégek, csak az ember tippelget, hogy ki lesz, ki nem, és hogy a Gábor
kettő dolgot is félreérthetően mondott. Az egyik az, hogy mi egykorúak vagyunk, ez nem igaz, mert ő két héttel idősebb nálam. A másik pedig arra világított rá, hogy kell velem összebarátkozni, meg mit iszol. Így kell veled összebarátkozni. Jó, hát akkor ez használati utasítás volt Tamáshoz, de akkor még egyszer térjünk vissza oda, ahol Bakos Kis Gábor abba hagyta, az íráshoz, amire először, ahogy már az interjú részlet előtt említettem, Tasnádi Csaba hívására ugye Nyíregyházán kerülhetett arra sor, hogy az első darabod megszülessen. Ez az Ülni, állni, ölni, halni című darab, József Attilához kötődik, de ha én jó információk birtokában vagyok, akkor ez tulajdonképpen egy családi veszekedés eredménye. Ez igaz? Félig meddig persze. Ez teljesen igaz. Ez teljes egészében igaz. Összekaptam a testvéremmel, aki nagyon szerette József Attilát, és amikor elolvasta a kortörténetét, meg a Szabad Ötletek jegyzékét, akkor kiábrándult, csalódott lett, és azt mondta, hogy így már neki nem hiteles költő. Én pedig azt próbáltam képviselni azt az álláspontot, hogy egyszerűen a művet azt önmagáért érdemes esztetizálni, és hogy nekem mit ad, arra kell gondolni, nem arra, hogy aki írta, az éppen mit. Tehát, hogy ne az életrajzi körülmények nem befolyásolják a műélvezetet, sem nem csorbíthatják a mű nagyságát magát. És igazság szerint az egész Ülni, állni, ölni, halni egy olyan játék volt, amiben 5 darab József Attila szkanderezett, beszélgetett, nevetett, és 5 darab József Attila volt folyamatosan jelen, ez az ő tudatának különböző elemei. Tehát pont a betegség felől próbáltam azt elmondani, hogy ez micsoda küzdelem, ez nem egy rossz dolog, az nem rossz ember, aki beteg ember, milyen harcokon esett át. És ez volt az ihletése magának, hogy ez legyen a téma, de igazság szerint ez úgy történt, hogy átmentünk Debrecenbe páran előadást nézni, mert én nem tudom, hogy hogyan, de volt néha egy-egy szabad esténk Nyíregyházán. Rengeteget játszottunk, tehát csodálatos és tökéletes fészek volt Nyíregyháza, vagy óvoda, vagy böli, vagy bölcső, akármi is. Kicsit olyan burokba voltunk ott, kicsit úgy távol mindentől, de mégis egymásnak és nagy-nagy szeretetben. Nagyon szeretett a közönség minket, nagyon szerettek a helyiek, mi is egymást. Egy egészen szép időszak volt, és rengeteget dolgoztunk, de volt néha egy-egy este, amikor el tudtunk menni máshova színházat nézni, és mi átmentünk Debrecenbe, ahol is ment a Liberté, amit a Vidnyánszky Attila rendezett. Ez volt az első előadás, amit tőle láttam, és maga ez az előadás, és ez a poetikus színház, ez a költői színház, amit Attila fejlesztett ki, vagy hát ő egyik legjelesebb képviselője a hazánkban. Ez egy olyan hatással volt rám, hogy ez az, ami miatt én aznap éjjel nem tudtam aludni, hanem leírtam, és megírtam az Ülni, állni, ölni, halni. Egyet árulják, sikerült meggyőznöd a testvéredet? Igen. Akkor a cél teljesítve. Hogyha most Debrecenbe ugrunk, már említetted ugye Vigyánszky Attila poétikus színházát, egy másik információm, hogy tulajdonképpen úgy szerződtél a színházhoz, hogy kaptál volna ott egy szerepet, de azt nem tudtad elvállalni, ellenben végigülted a próba folyamatot, és aztán a végén már azt mondták neked, hogy hát akkor nem akarnál ide tartozni. Lehet, hogy csak elegük lett, hogy mit ül itt ez a gyerek, legyen már valami ürügye, hogy itt ül. Igen, így volt pont az a darab, amiről Gábor is mesélt. Ez a Világvége szerelem, azt próbálták, egy PG csoport musical látomás darab volt, egy nagyon érdekes, nagyon intenzív próbafolyamat volt, és mivel nem tudtam végül eleget tenni ennek a meghívásnak, mert közben Nyíregyházán is becsúszott még egy szerep, de engem nagyon érdekelt, hogy mi az, amiből kimaradok. Mert a színész az mind a mellett, hogy exhibicionista, még nagyon hiú is. És az, hogy őt hívják valahova, az borzasztóan megtiszteli őt, és ez nagyon felvillanyozza, és ezért én átjártam valóban. Nem sikerült talán az egész próbafolyamatot végülni, de valóban több próbán részt vettem, és egy ilyen próba szünetben leültünk Attilával egy kávéra. Ki mondta, hogy ne üljek én vissza erre a próbára, épp megy a revizor, amit a Andrzej Bubein rendezett,
és inkább azt nézze meg a második felvonást, elcsípem, a kávéra a vendégem, vagy fölállt, elindult kifelé, és így visszafordult az ajtóba, hogy jaj, leszerződtetlek. Ez így történt. Ubeint említetted, de hát sorolhatnánk még Rizsakov, Purkaréte. Ez egy nagyon izgalmas, látomásos színházi világ. Mi az, ami téged ebben annyira vonz? Ez mind, és a tudásvágy, a tanulásvágy. Ugye úgy gondolom, sajnos nekem van egy ilyen nyughatatlanságom. Művészi nyughatatlanság ez. Szoktak is vele a barátaim viccelni, hogy én ilyen 5 évig vagyok kompatibilis egy helyjel. Az egy helyben levéssel, most ez lehet, hogy nem kötődik pont színházhoz, társulathoz vagy városhoz, csak ez a... Ne, ahhoz, hogy művészileg meg tudjon az ember újulni, szerintem muszáj neki időről időre új impulzusokat keresni, új emberekkel dolgozni. Ez új... a hosszú pálya záloga? Az biztos, hogy ez egy nagyon hosszú távú pálya, ez volt az első, amit a Babarcitól megtanultunk. Ez egy nagyon hosszú távú pálya, de inkább nem is, mert a pálya így is, úgyis nagyon hosszú távú. Eztán annak az áloga, hogy ne fásuljunk be, ne unjunk bele, ne adjuk fel, ne legyen az emberből egy megélhetési alkotó, mert akkor az borzasztó. Neki is, meg annak is, aki elszenvedi az ügyvészetet. Volt olyan, hogy azt érezted, hogy megérintett a megélhetési alkotóság szere, és igen. Akkor abban... Igen? Igen. Minek kapcsán? Többször is előfordult, és akkor váltottam is. Például Nyíregyházán tényleg tejbe vajba füröztöttek minket, a Tasnagy Csaba, tényleg ahogy az az ő szavajárása is volt, hogy pénz, paripa, fegyver, tehát eszembe jutott, hogy alapítanék színészzenekart, azt mondja, rajta mi kell hozzá, mit vegyek, dobot, gitert, rendezz egyet Tamás, akkor már felkértek a következő évben, hogy rendezzek, aztán már arra is, hogy írjak, aztán közben tanítottam ott művészeti iskolába, tényleg főszerepeket is játszottam, mind, tehát hogy a lehető legjobb dolgom volt, és azt vettem vissza, hogy egyre kényelmesebb ez a szék. És ahhoz meg még úgy gondoltam, hogy nagyon fiatal vagyok, hogy ezt érezzem, hogy egyre kényelmesebb ez a szék, mert igazából ezen, ennél följebb, már ennél tovább hova tudnék itt lépni, tehát vagy ott a Bújtoson hitelre veszek egy lakást, és a kutyussal minden este sétálunk, és egyébként ott a színház, vagy pedig még akarok harapni ebből, még akarok tanulni. És akkor Debrecenben elképesztő gazdag színházi világ volt jelen. Debrecenben, egy vidéki városban olyan hihetetlen is volt, tehát az előbb felsoroltad jó néhány alkotóját az akkori debreceni színháznak, és köztük az Attila sem volt azért mellékes, tehát őtőle is azt a fajta színház csinálást, hogy az Attila dolgozik, azt addig nem tanultam, nem tapasztaltam. És ez egy egészen más látásmód, egy egészen más szemüveg volt, ami debreceni Csokonai Színházat uralta. És mindegyik rendezője képviselt egy markáns saját hangvételt, egy bátor dolgot, és ez nagyon-nagyon imponáló volt, és oda akartam kerülni, oda akartam, tanulni akartam. Most ugorjunk egyet előre a pályán, mert azért onnan is tovább léptél. Vendégünk 2014-ben szerződött a Nemzeti Színházhoz, ahol több Debrecenből már ismert kolléga fogadta, és számos ifjú pályatársal is megismerkedett, így a fiatal generáció egyik meghatározó művészével, Berettyán Nándorral is, akivel hamar megtalálták a közös hangot. Most vele folytatjuk. Gimnázium után voltam egyetemista Debrecenben magyar szakon, de közben a Csokonai Színházban hát így stúdióztam, statisztáltam, és bekerültem a Mária musicalbe, amit Szarka Tamás írt, és Vigyánszky Attila rendezett, és Tamás volt abban Heródes, és akkor én meg ott statisztáltam, és akkor ott elkezdtünk úgy összeismerkedni, ő akkor került oda Debrecenbe, tehát neki is egy nagyon új hely volt, és akkor úgy hát a színészbüfé milliójében ott megtaláltuk egymást, úgyhogy innen innen ered minden. És aztán, amikor ide kerültünk a Nemzetibe, ő is ide került akkor közben a Nemzetibe, és akkor újra fölvettük a ritmust, és azóta hát nagyon, nem is tudom, nagyon, nagyon sűrűn találkozunk, meg hát egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki szerintem. Én azt hiszem, hogy az a viszony, ami közöttünk van a magánéletben, azért az érződött a színpadon is. Ennek a pozitív és a negatív oldalával együtt, tehát hogy is mondjam, amikor a sok
hülyéskedés után nehéz volt néha átcsatolni egy komolyabb jelenetre, de hát ő egy nagyon ilyen expresszív ember, meg egy nagyon egy sokoldalú ember, és olyan olyan lendületes, na, vagy olyan van benne erő, és azért ez a színpadon is abszolút érződik. Ő egy ilyen abszolút ilyen igazi közösségi ember, aki úgy szeret főzni, áthívni, bográcsozni, grillezni, kártyázni, iszogatni. Szóval ő úgy olyan, úgy szereti azért elmenni, nem tudom, Balatonra elmenni, de ott szóval ő úgy egy ilyen kicsit ilyen krúdi figura. Egyet értesz a krúdi figurasággal? Hát én itt már ez alatt mesztelenül ülök ebben a műsorban. Nem gondoltam bele, de minden bizonnyal. Tehát nagyon szeretem a spontaneitást, nagyon szeretem az életigenlést, ennek habzsolását, nagyon szeretjük megélni a pillanatot. Hát Istennek az egész családom ilyen. Párom át tud ez nálad csapni szélsőségbe? A habzsolás része. Igen. Például én 3 hete ködevű vagyok, tehát épp a habzsolás miatt, hogyha most ezt egészen, egész konkrétan, én lassan 30 éve fogyok urába, de időre az ember nem bírja tovább csinálni, de ez csak nyilván ez a habzsolás része, már az a habzsolás, de az a habzsolás, amire te gondolsz, az így van, az szerintem folyamatos jelen van. Az folyamatos jelen van, és látom, ahogy a gyerekeinken is ez már látszik. A párom, feleségem, szerelmem, nem is tudom, társam, ő ebbe csodálatos partner. Hála a jó Istennek, ő nem szakmabeli, tehát ő egy ügyvéd. És földön tart, amikor kell. Pont, hogy nem. Pont, hogy nem? Pont, hogy nem. Na, ez érdekes. Nagyon sokat lendít rajtam. Még ő is. Pedig ő sokkal visszafogottabb. Ő nem egy ilyen expresszív ember. És mégis bennem meg ezt szereti. Tehát mi ismerjük egymást lassan 15 éve. Tehát ő még kislány volt, amikor mi megismerkedtünk. És amikor én megtudtam, hogy kislány, akkor ez a megismerkedés ennyiben is maradt. De folyamatosan kapcsolatban voltunk, és onnantól kezdve addig, amíg végül felnőttként egymás mellé kerültünk, eltelt 8 év. És addig folyamatosan kapcsolatban voltunk. Tehát ő bennem ezt szerette, pont ezt, amit a Nándi mondott. Azt is mondta Nándor, hogy nagyon közösségi ember vagy neked, akár társulatvezetőként, akár tagjaként fontos ez a fészekség, ez a burok, amit emlegettél is már Nyíregyháza kapcsán. Ez mindenképpen fontos, ez szerintem alapvetése egy olyan munkahelynek, ahol jó a légkör. Az a fészekség, az a családiasság, ez kell, tehát hogy nem is tudom, talán a Színházi Olimpia megnyitóján voltunk a fogadáson utána, amikor a Olájeti, a művészeti titkárom észrevett, hogy ott vagyok, oda rohant, a nyakamba borult közben a másik kollégámnak éppen egy puszitat, és ott volt valaki, akikkel beszélgettünk, akik így nézték, hogy ez micsoda, és mi mind kerek szemekkel néztünk vissza, hogy hát ilyen a viszonyunk, hát mi milyen legyen, tehát hogy így érdemes, vagy így a jó, szerintem, nekem így a jó. És a sokféleség kapcsán, amit szintén emlegetett Nándor is, de te is magaddal kapcsolatban, meg hát a pályád is tanúsítja, írás, rendezés, színészmesterség. Na ebben hol van az egyensúly, hogy épül fel a rangsor? Van ebben rangsor? Vagy ez mind egytőről fakad, ugyanannak a kifejezése, csak más módokon? Ez szerintem mind az alkotási vágy. Valamit meg létrehozni, valamit teremteni, kicsit változtatni az emberek életén, kicsit jobbá tenni azt, kicsit, de igazából ezt én nagyon pirulva hallom, vagy hallgatom, amikor így rám sütik ezeket, mind, mert közben azt is tudjuk, hogy aki minden ezért, az nem ért semmihez. Úgyhogy én próbálom inkább úgy definiálni magamat, hogy egy színész vagyok, aki egyébként ír, aki egyébként szeret rendezni, aki szeret forgatni, de mindegyik
hát látod, ahogy elkezdtem írni és rendezni, ez pont ebből a vitából, és ez abból a vágyból fakadt, hogy meggyőzzem az én testvéremet, és utána meg már, tehát mindig talál az ember olyat, amiért neki muszáj megszólalnia, és kell is. És hogyha rangsor van, akkor amióta társulatvezető lettem Kaposváron, és most a Karintiban, azóta azért háttérbe szorult a színészet, mert az nagyon időigényes dolog, és hogy azt tényleg az ember úgy csinálja azzal a beleállással, alázattal, azzal az elhivatottsággal, ami szerintem ahhoz kell, az valahogy nekem nem vagy nagyon nehezen fér össze egy ilyen feladattal. Pedig most egyébként azon gondolkozom, ahogy mondtad az alázatot, meg ezt az egészet, hogy hogyan néz ki a színészlét, és még az adás elején említetted, hogy akkoriban pökhendi voltam. Változtál? Van, amiben változtál? Szelidültél? Nagyon sokat. Miben? Miben érzed a leginkább ezt a változást? Inkább a szelebúrdiságban, inkább az arroganciában, inkább ezeknek az elmúlásában, remélem, legalábbis lényegesen szerintem, bár a színész eleve egy empatikus lény, de tán egy picit ez még tanulható is a meglévő empátián felül, tanulható az, hogy abban a pozícióban, amibe kerültél, abban nem reagálhatsz mindenre primárisan, hanem muszáj belegondolnod, beleérezned, hogy ő vajon mit szeret, miért csinálja, lehet, hogy rossz napja van, lehet, hogy beteg a cicája, lehet, hogy összeveszett a barátjával, tehát egy csomó oka lehet, hogy ő épp veled így viselkedik, nem szabad azonnal ráugrani, miért ne lennél higgadt, megteheted, sőt, meg is kell. Tehát, hogy nagyon sok mindenben ez a tízig való elszámolás, ami főleg arra vonatkozik, hogy alaposabban igyekszem körbejárni egy-egy reakciót, egy-egy hangvételt, egy-egy hangnemet, és nem fölcsattanok, és nem vagy. Tehát egy kicsit megfontoltabb lettem. Én azt hittem, sose fogok felnőni, de most már láncfűrészem is van, úgyhogy... Ez a felnőtté válásnak egy hatalmas lépcsőfok, hogy saját láncfűrészed van, saját bográcsod. Nyilván saját bográcsom már nagyon régóta van, de attól még meg tudott maradni az ember fiatalra. És saját társulatod is, most ezzel folytatjuk. Csak nem 20 éve tagja a Karinti Színház társulatának, és végig élte a teátrum több sikeres korszakát, Balázs András színművész következik. Nagyon vehemens. Nagyon nem szereti, ezt mondom, de nagyon hangos. Nagyon. Viszont abban a kicsi színházban állunk, a Karinti Színházban, aztán hallani lehet, ha ő elmond egy instrukciót, az biztos. Tehát az öltözőben is halljuk, hogy ő mit mond. Végtelen, szenvedélyes, nagyon szenvedélyes ember, és ami a legfontosabb, hogy valami olyan komplexen látja a színházat, és olyan komplexen gondolkodik, csapatban gondolkodik, szeretettel átölelt csapatban, ami szerintem nagyon különlegessé teszi, hiszen egy fiatal emberről beszélünk. Karinti Frigyes a Bűvös szék című darabját mutattuk be először együtt, és még mellette a Nagymester című darabot is, tehát igazából én rögtön megkaptam a Tamás teljes egészében. Varc Péterrel együtt írták a Nagymester című darabot Bodrogi Gyuszi bácsi főszereplésével, és abban találkoztunk úgy először, de az ilyen közös rendezés volt a Péterrel, viszont a Bűvös széket már teljesen ő rendezte az elejétől a végéig, és hát ott aztán elég intenzíven együtt voltunk. Nagyon sokat segített nekem, nagyon sokat tanultam a Tamástól a próba folyamat alatt, mert ez a Berta, akit én akartam először játszani, az köze nincsen ahhoz, ami lett belőle, mert szépen rávezetett mondatról mondatra arra, hogy sokkal több vagyok. És én azt hiszem, hogy ez az ő zsenialitása, hogy nagyon hamar megtalálja az emberekben és a rendezéseiben azokat a pontokat, amiben lehet kapaszkodni, és egy kicsit az ember olyan felszabadultabbá válik. A színházért való rajongását a legjobban számomra az jellemzi, amikor egyszer csak bejöttem a színházba, teljesen random valamiért visszaszaladtam, és megláttam őt, ahogy egy kávés bögrével áll, és egy képet igazgatott a falon. És akkor én megláttam azt, hogy ő úgy szereti ezt a kis színházat itt Budán, ahogy a Marci, a Karinti Márton igazgató úr szerette. Ugyanazzal a szeretettel van mindenfelé. Még afelé is, hogy ha belép a néző, ne legyen ferde a kép, mikor meglátja. Hogy látom, amikor megjelenik az előadásokon, ahogy kimegy a közönséghez, nekem ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek az ő jelleméből, és a vehemenciáját pedig imádom, az az igazság. Neked most mit jelent ez a mondat, hogy úgy szereted ezt a színházat, mint Karinti Márton szerette ezt a színházat? Nehéz most megszólalni.
nagyon kedves dolgokat mondanak ezek a nagyon kedves emberek. Én nem tudom, hogy hogy szerette a Marci színedet, gondolom a mindene volt. És akkor valószínűleg ugyanezt jelenti. Andra említette a Nagymester című darabot, meg a saját élményeit a bűvös székkel kapcsolatban. A Nagymesterről tudni kell, hogy maga Bodrogi Gyula, aki ugye a címszerepet alakítja, azt mondja róla, hogy ez egy igazi jutalomjátéknek, és gyakorlatilag ő magát játsza benne, vagy az egész élete benne van, inkább így mondhatjuk. De az a típusú társulatvezető és rendező vagy, aki színészekben gondolkodik, és most persze tudjuk, hogy Bodrogi Gyulát, mert a Nemzetiből rég ismered, és jó kapcsolatotok van, de azért én, ezen túlmenően én is. Még a Süsüből ismerem. Még a Süsüből. Még régebbi a kapcsolatunk, mint gondolom mindenkinek ebben az országban. Mi volt a kérdés? Az, hogy színészben való gondolkodás elsődleges számodra? Hát mindenképpen. Mindenképpen a színészcentrikus vagyok, mint rendező is, hiába találok én, általában van egy erős koncepció mindenhez, amit csinálok, de abban az erős koncepcióban a legnagyobb és legerősebb tartó pillér az maga a színész. És azt mindig velük együtt, tehát azt a színésszel együtt hozom létre. Hogy éred el, hogy a magáénak is érezze az előadást? Én nem megmondom neki, hogy mit csináljon, hanem igyekszem rávezetni, nagyon sokszor sokkal jobbat talál ki, mint ami nekem jut eszembe, és én azt hagyom, engedem, én igazából csak terelgetem. Általában az első fázis, hogy azt a koncepciót, ami az én fejemben van, és azt a látomást, azt úgy tudjam neki átadni, hogy neki azt tetszen, ő azzal egyetértsen, ő abba részt tudjon venni, és hogyha ez megvan, akkor utána építi szépen a szerepét. Nyilván én ehhez, ahol lehet, segítek cölöpöket adni, de nekem ugyanolyan fontos, minden résztvevője a színháznak, tehát ez egy nagyon csapatjáték, ugyanúgy, mint a néző is nagyon fontos résztvevője a színháznak, aki majd nézi, hogy az hogyan figyel, az hogyan reagál, de mindenképpen én általában együtt szoktam létrehozni a teljes csapattal egy-egy előadást. Említetted a látomás szót. Mi a látomásod a Karinti Színházzal kapcsolatban? Azt mondtad, hogy szeretnéd, hogyha valaki elmegy ebbe a színházba, akkor azt is meglássa, hogy mi történik a világ színházi életében. Ami hát egy elég nagyívű gondolat, és ezt meg is kell valósítani. Ennek milyen lépései vannak? Kicsit mindennel úgy vagyok, hogy érdemes magasra tenni a gondolati récet, vagy a célt, érdemes nagyban gondolkozni, és akkor, hogyha csak a fele sikerül, aminek az ember kitalálta, az már megint szuper, és még mindig jobb, mint hogyha csak úgy el akarnánk lébet szólni. A Karinti Színházban is én lehetőséget látok. Azért a Buda egyetlen kőszínháza. Kicsi, intim, borzasztó barátságos tér, igazi családias színház. De mégis 220 ember le tud ülni, tehát viszonylag sokan. De közel van, tehát nem igényli a nagy színpadi játékstílus, tehát nagyon sok lehetőség van ebbe a színházba, és én azt tűztem ki célul, hogy kerületiből fővárosival, fővárosiből országossá, országosból pedig nemzetközivé emelem ezt a színházat. Mi sem egyszerűbb ennél. Igen, most úgy elgondolkodtam, hogy Igen, így kimondva olyan fura, amikor leírtam, egészen egyszerűnek és egyértelműen követhető útnak tűnt, de egyébként már tettünk is lépéseket ezen az úton. Például? Hiszen hát már ebben az évadban is rendezett nálunk Valer Novarina, aki ugye a francia kortárs színháznak egy borzasztó jelentős és nagyon markáns alakja, az a nem régen rendezett nálunk Ilja Bocsárnikovsz, akiről még fogunk beszélni, mert a Karinti Színházban egy visszatérő alkotó lesz. És ugyanígy a következő évadban már, bár még nem szeretnék mindent elmondani, de elég erős nemzetközi mezőnyt sikerült összehozni. Az volna a célom, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy a világ színházának élvonalát egy picit be tudjuk mutatni Magyarországnak. Tehát aki arra kíváncsi, hogy mi zajlik éppen máshol a világban, az a Karintiba azt meg tudja nézni, tehát hozunk darabot
a West Endről, amit eddig még csak ott láthattak, jön színdarab Broadwayról, ami eddig szintén nem volt Magyarországon. Tehát csupa ősbemutatót fogunk, ezt ugye így hívjuk, hogy ősbemutató, amit még azelőtt nem láttak sehol. De nagyon fontos, hogy ezek mind új darabok is. És nem csak szövegválasztásban, hanem alkotókban is így gondolom. Tehát olyan alkotók jönnek a következő évadban, akik más-más országokban, de tudják ezt a frissességet, és tudják ezt a lendületet hozni. Azt kívánom, hogy ezen az úton sikerüljön tovább haladni, és megmaradjon ez a lendület. Köszönöm szépen, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!